A tanévvel együtt befejeződtek a diák olimpiai versenyek is, amelyeken több mint 11 000 fiatal vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület a tavalyi országos döntők után idén is rendezett a legjobbakat felvonultató finálét. A legnépesebb mezőny számláló negyedik korcsoportos összevont labdajátékok döntőjén a versenyzőkkel, felkészítőkkel, szülőkkel együtt közel 2000 vendég látogatott Nyíregyházára, illetve Kisvárdára. Egy eredményes tanévet zártunk, és egy nagyon tartalmas tanévet zártunk diáksport szempontjából, hiszen megint országos elődöntőknek, országos döntőknek adtunk otthont itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és azt hiszem, hogy valóban ezek olyan színvonalon kerültek megrendezésre, amelyre azért mindenki büszke lehet, aki a megyében, akár sporthoz kötődik, akár nem kötődik hozzá. A megyebeli sportolók összesen 48 érmet szereztek az országos döntőkben, 18 arany, 14 ezüst és 16 bronz megoszlásban. Nagyon büszkék vagyunk ezekre a sportolókra, nagyon büszkék vagyunk külön a röplabdás lányokra, akik ugye elkényeztettek bennünket a tavalyi években, hiszen aranyat aranyra halmoztak, de azért most is hál' Istennek sikerült nagyon szépen csillogó érmeket szereznünk, de természetesen a labdajátékokon kívül vannak más olyan sportágak is, amelyekben tényleg sikerült olyan eredményeket, érmes helyezéseket, aranyérmeket szereznünk, amely azt hiszem, hogy mindenképpen említésre méltó, sőt, ez nem is jó szó, hiszen kimagasló atlétikában én mindenképpen megemlíteném Szabó Hunort, aki amilyen versenyre elindult, lényegében mindent megnyert, illetve azokat a versenyzőket, azokat a sportolókat is kiemelném, akik nem csak már az országos, megyei, országos elődöntőkön, megyei döntőkön bizonyítottak, hanem most már kijutottak világjátékokra is, hiszen egyrészt a röplabdás lányok, a vasvári röplabdás lányok, ők Brunóba a világjátékokon mutathatták meg magukat, illetve a kosárlabdában is, a krúdis kosárlabdások, ők most is éppen kint vannak Belgrádban, és bízunk benne, hogy nagyon szép eredményt érnek el. A negyedik korcsoportos összevont labdajátékok döntőjében érmes megyebeli csapatok tagjai és testnevelői a megyei közgyűlés diszoklevelét vették át a testület csütörtöki ülésén. A lány röplabdában ezüstérmes Nyíregyházi Móric, a fiú kézilabdában bronzérmes Tiszavasvári Móric és a labdarúgásban harmadik helyen végző Pátrohai Általános Iskola képviselői kaptak elismeréseket.